Toi hei, totta on se indikaat oma chatää. Ez igen, vagy nem volt? Ah, igen. Oké, akkor üdvözlöm a nézőidet. Köszönjük szépen. Még egyelőre várnak. Egy már van, elméletileg. Nem, már kettő. Ja, látom, ketten mentek el tőlem. Igen? Nem biztos, hogy lehet, hogy párhuzamosan, mert szokt, valaki párhuzamosan szokta nézni. A YouTube is szar. Szar a jelzője. Hány hát, néző. Egyébként meg én nem kaptam értesítést ismét. A YouTube-tól. Pedig kiraktam a csoportba. Hát ott. Basza, az egyik rothadt mocskos klikkel megint várt, hogy 5 percig a várokba. Csatára. Azért feles a csapat. Most ez komoly? Ezért vagyunk szakaszban? Hogy engem lebasz A-hoz, téged lebaszott C-hez? És csak 8-an vagyunk. Azt mondom, hogy az egyik CV sokáig volt váróban. Hát ez kurva jó. Elméletileg pedig Wargaming megoldotta a szakasztársak egymás mellett kezdenek. Igen, igen. Van nekem más gondom is. Például nem reagál semmelyik gomb. És az egér se. Azt faszom, megint lemerültek. Egyszerre mind a kettő? Az nem lehet. Ja, hogy itt vagy mögöttem. Csak nem na, látlak annyira öregem, rajta, hogy a szigetem. Jó, most fogok elindulni, hallod? Adtál egy kis előnyt az enemynek. Most így hirtelen meg elkezdett működni. Valami nagyon összezavarta a végét. Ne gyere ára, taxi. Mennyi a célja? Jó. Egyedül lesz, ha betámad a CV. Legalább úgy csüledek el, mint az igazi amató, nem? De azért mondom, hogy ne gyere ide, menj a többiekkel. Jó, állj már, ebben is van valami. Úgy fognak elmenni a torpedóim, hogy a romboló pont fogja spotolni. Igen, nézem, fordul is. Elég sok hajóval fogsz találkozni, úgy látom. Igen. A Henryt így menet közben, ha tudod. Oké. Vastathatnád. Ó, 4-en vannak itt ezen az oldalt, a csapatnak kellene nyomni a másik oldalt. Ezerrel szerettem csak. Ügyesen. Ó. Nem, jó.
még a kurzus. Hát mennek a torpedóim, taxi. Kurzus nem fog kapni. Másodról meg leesett a spot. Az a baj, hogy ott volt a romboló, bespotolta őket. Egyet kapott. Mondanám, hogy próbáld meg gyújtogatni a monalkot, csak ha befüstölöm magam, nem lesz rájuk spot. De kipróbáljuk. Jó, kultusztem meg van szemem. Megpróbál a monalkot hát, ha ki tudnám gyújtani. Sikerült is rögtön, jól. Lehet, hogy sokkor azt lövöm. Hát álltam a kultuszra, hát ha tudnám gyújtani, még betölt a torpedón. Nagyon közel van menekülő rampja. Gondolom megy neki a szonár is lassan. Hát egy lőszer. Csak sebzés. És megint nem üzél a tudat. Golyangot ki látja, de gondolom a kultúr szalájába bele tockol. Vonalak is elfordul. Elment előtte, kurva. Ki aztán amit akar a golyangnak a füst? Jól lett a kultúr. De jó, hogy a repülőt beszakolt. Na lássuk, mennyit kapok análisan a kultúrtől szokás szerint. Aztán elméletileg most a CV-re figyelt, hogy kerülje, úgyhogy nem tudta előni magát. Más viszont igen. Az a baj, hogy hiába füstölném be magam, kiszonározna. Mondjuk probléma Henry lesz, ami van mögött. Elfényelődik a kúri. Láttam pont, amikor elkezdtem küldeni a torpedókat. Akkor van neked... Ó, oh, jó lesz a jön visszafelé a kúri. Három vadász alatt a hajónak, az meg ezt egybe küldi őket. Ez kap belőlem. Nagyon úgy néz ki. Igen, az első adagból. Hármat. Talán leflódingol, ha szerencsém lesz. Akkor hagyom is. Ott a Henry. Henryt kellene pattatnod. Hát azt nem tudom, ott van a szikla mögött. A vonalak viszont itt van 14-re, az is szikla mögött. Hát, ha kijön a Henry, kijön, úgy néz ki, kijön. Akkor leesett a spot. Most nem fog leesni a spot, mert lőtt. Mm-hmm. És nem spotolódik föl. De, én látom, Toxi, te nem most látom. Már én is. Na, kell fog menni a sziget mögött, de őt rendezem. Nem is megpróbálom. És kétszer egymás után felgyújt. Kapitány, tűzített ki a felőzete. Harry.
Úgy nézem a monarkra, jól hoznom kell, mert meg akar állni a sziget mögött. Ne, hatalom, veszem egy. Az baj, van radar. Meg itt a Yuyang is. Menekülnöm kell a taxi, egyenlőre. Hát a monark kidöcög onnan. Az a baj, abba való nem fog kapni a torpedót. Még itt szerint jobban is jártam, hogy nem jaroztam be, mert ott a másik dolog. Monark kapott egyet. Talán van. El fog menni alatta. Nem, bekapta ő is. Fasza. Elsőjel a monar? Ja, igen, mert loadingol a gearingtől. És küldi ránk a névízi torpedót, kis butus. Látszik, de az nagyon gyorsan tolatod a szaros. Kettő már is. Nem, rád innek a torpedók taxi, balról, arra vigyek. Torpedó az orr felől, főnök. Kapitány, torpedók előttünk. Nem lesz baj, nem lesz baj. Azért jó a Yamato, mert lehet vele úgy tolatni, hogy ne kapja a torpedót. Mondjad még, mondjad. Vedd el az embereket tolatni. Na Harry? Látlom? Hogy tűnik csak? Ó, megkapom én a bombázókat, nem gond. Nem kapok, nem engem akart rám, sem kedve. Na, annak nem örülök. Egy high caliber load. A Harry-t várom. Jó vagy. Jól vagy. Ott a Harry. Gyere ki, Harry. Erre lehet a klikkelben. Nem figyeltem, hogy milyen irányból jöttek a repülői. Elmegyek jobbra, hát ha ott maradt. Jöttek azok, mint ahonnan. Ejha. Ja, ott van, messze van. A falló 1000 HP-n. Jó van, szerintem azt a izét elviszik. Szia, Lamklód! Hali, hali. Nem lesz idő a CV-t elkapni, az a baj.
Köszöntem neked, Zoltán. Ha nem, akkor szerb. Ha nem emlékszem. Na, még egy szal volt arra a Henryre. Na, az is elkezd korcsolyázni a pályaszélén, nagyszerű lesz. 2000 HP-n korcsolyázik. Nem tudom, miben bízik. Az de jó korcsolyázik, öregem. Mázista. Még egy szalvom lehet, mondjuk. Kivéve a külön, a buffalo. Meg is van, jó? Szétkaptuk őket, mint úgy jól áttörve. Infinito. Igen, csak 1990 Base XP. Talán most járok 15.000 Base XP-nél vele. Az a probléma. Visszamondtát. A pillanat taxi. 17.000-nél járok. 40.000 még kúrva messze van. Na, egy picivel több a csatahajó, viszont DK-loknak szokás szerint nem örülök. Már 8-as legszívtam. Már meg persze neki sem. Én nem bánom, hogy van. De igaz, mondtálával el is hiszem, hogy nem bánom. Ha rizikózom a bait. Akkor szerintem bemegyek BSC közé, mert akkor az az már marha messze lesz. Oké. Alekrepte, arra megyek, szakadj meg, nem látod? Ja, ja, snell, snell. Minovakinek kibaszott jó a légvédelme, elgyolózik magában ára. Nem tudom, miben vízik. Ha befüstöli magát, akkor ki fog neki spotolni. A CV-nknek. Így de gyors ez a Moszkva, ezt így benéztem volna.
Én azt nézem, hogy a Minó, hogy benézte magának, mindenki ára megy, legalábbis kurva sokan. Mint a Moszkva fordul felé. Nagyon játszom a tűzzel. A Moszkva tüzével és a radarra. Ügyesen megvártam a Moszkvat, mindegy. Én is fotolt a torpedóimat, vagy ahogy lövöldözteitek. Kapitány, tűz ütött ki a fedélzeten. Itt van előttem egy másik montaőrrel és engem előre. Neki menjek annak a rohadt szigetnek. Az is... Kapitány, a probléma megoldva. Hogy nem nyomott radar? Nem értem. Viszont ami benn van, mögöttem, torpedók jönnek valahonnan. Ó, a szépet kapott valakitől. Hát, másik montaőrtől, én csak 5000-et nyomtam be. Jó, most van rá a radar, assza. Lára vagy Gearing? Torpedók jobb oldalról. Eljöhetett vissza szerintem. Jobb oldalról torpedók. Remélem a kaba fog segíteni a hatalommal. Oda füstöld le, bassza meg. Kapom hátulról is, az a baj. Ó, mind a kettőnket bedobta a szaros. Nincs füstöm még, az a baj. Befüstölöm magam. Volt a Moszkva, azt nagyon szeretném. Megpróbálom lefialózni azt a kibaszott gearinget. Nem veszélyes katolpedók, hál' Istennek elküldte mind a kettőt, akkor most kell rámennem. Hát hiába rossz a Moszkvát, az mindig megussza. Ó, oh, Tirpic, ne nyomjad már, hogy Bilko bazd meg a világ végéről, kurva nyár. Kapitány, tűzütött ki a felőzetet. Hogy van, mi? Velem van elfoglalva a torpedóit, elküldt azért. De egy kicsit én is foglalkozok vele majd, ha itt kijön. Jó lenne. Meg kapom itt mástól is. Jó, nem kell foglalkoznom. Viszont nem esik le az bot. Úgy örülök, amikor szembe kapom be az ekkorákat, bassza meg a jó ég itt a Buffalo mögöttem. Felszegy általán, mehetek megint a rákba a torpedó, ugye a radar elő. CV fölöttem, még jobb. Hát lőttem a Buffalo-t, nem tudom, mi lesz belőle. Spotol végig, az a baj. 8000 lett belőle. Ez dobjál be, szarházi. Élvezem az ilyeneket. Úgy bírom élvezni az ilyen találatokat, baszki.
Nem voltam spot alatt, hogy dögölj meg, te szarrágó. Elindulnál? Yuyang. A bús picsába. Hát kell nekem menni a másik oldalra. Szervusz Gábor, szervusz Paradicsom. Szia Draven! Néha rá pisztanatok a chatre is fél óránként. Ez a buffalo az most kapott. Azt jól van, hogyha ki tudnátok végezni, mert tartok a radartól. Csak vissza kell vonulnom, mert a CV, hogy rám, hogy elnézem, rám van kattanva. Mint kanakocára, bazdmeg. CV-nk az inkább hanyagoljuk. A füstöm is csak egy perc múlva lesz. Nem tudom, hogy ki fog kapni, meg ki nem. Rendszer is szépen dodgyolgatott. Ja, minden kikerül. Hát a Tirtisnek maradott hátra. Ahogy van, Buffalo, hello! Jó, ott kellett. A zsír. Senkit nem tudtam meg tudod. Próbáljuk most a Moszkvát. Próbálom a fritanási már, csak legyen füstöm. Túl kevés a HP most már. Ahogy nincs rá spot. Itt van a Karolina. Karolint rendezzük meg. Karolina. Ó, ez egy nagyon jó. Mert sima még benn van, kijövök a füstömből, fotol a CV-ben maradok, lenyomom a portadókat. Így meg legalább kijövök a füstből, fotol a CV-t, de legalább neki megyek a kibaszott sziget. Felérzettem. Új. Törjél bele. Tudasd már, ki szakad. Oda jönnek a toltak, hogy addig bőven elindul. Hát én most nagyon fókuszt kapok, én tolatni kezdek. Rendben, Toxi. Két Yamato itt van, meg a Moszkva másik oldalon. Próbálok vissza bejönni délre. Probléma megoldva. Kapitány, tűzütött ki a felületet. Talán kapnak. Talán, szerencsével. Nem, hát elmegy alatta, az meg. Egyet kapott az egyik. Egyet a másik. Mind a kettő. Az egyik főágyú megsérült. Mindegy, mindjárt betöltök ismét. Mind a kettőnek volt javítója, de egy élmény úgy. Sima torpedózik. Azt hiszem fel 7 pont. Ja. Sajnos. Torpedó a torpedóval, főnök. Hát egyet biztos. Torpedó a torpedóval, főnök. Egyet biztos bekapok. És még ki is gyújtanak. Jaj, de jó. Kapitány, tűzütött ki. Tortorok mondjuk nem kapok, de... De igen, tudom, hogy...
Az a baj, nekem meg kevés a HP, mire elmenjek a Shimekazéra. Túl közel vannak ezek a szarosok is. És meg a Montánát. Ezek mit csinálnak? Ez a Tirtis mit csinál? Mit csinál? Ő írta, hogy Wilco, mikor kiértük a segítséget. Ma megoldva. Hát, kérdezik, hogy Oszpát lőni. Akkor az sem baj. Valóban meg is felekeztem komplet. Megpróbálom beszpotolni a simát, ha tudsz segíteni. Rizikós lesz, de valami kell, ha mortál létel, akkor át fogok kapni tőle örömmel. Az a baj, hogy a Moszkvát is. Jaj, itt van, jó. Jó, simát csak kellene egy kis help vele. Ah, itt a Wibok udövi. Guys, beadja neki, bazd meg, hiába lassítok be. De vicces. Honnan lát a nyomorult, hogy be fogok lassítani vajon? És elmegy a montár alatt a torpedón. Hát agyba a főbe szarom, húgyom magam mindjárt, bazd meg. Túl sok a kibaszott segélyprogram ebben a faszom játékban újabban. Az a bizonyos pötty. Amikor látod, hogy az enemy mit fog csinálni, belassít vagy elindul. Utolsó előtti helyen végez bazd meg Lexingtonnal, úgy, hogy 11 repülőt lelőtt, és ennyi. Na mindegy, kapjam meg a reportot tőle. Meg is kaptam, hát akkor megkapott te is, te köcs. Mi a Lexington reportolt téged, vagy kiírni reportolt? Igen, mert írtam, hogy az enemy CV tudja támadni a rombolókat, a mi CV még nem is tudja spotolni őket, és akkor fel volt háborodva, hogy ez nem igaz, ezért meg is kaptam a reportot. Hülye kis pöcs. No, ez fata. Ilyet is rég kérdeztek tőlem, milyen volt a csata. Ja, a csat... Most a kérdést tettek föl? Na, Gábor írja a cseten. Úgy itt a
Na, ilyet is rég kérdeztek tőlem, milyen volt a csata. Mindegy, haladjunk. Énekem teker, két helyen is. Hírekre rápatintott, hogy azt a kis hülye piros ikont eltüntessem, azt ott maradt, figyeld. De csatába mész, én meg itt izélek el, híreket olvashatok. Bocsi. Nem. Na mindegy. Már benn vagyok én is. Goku, hát ez rövid hatótávú hajó. És jó nagy is. Négy kibaszott radar meg a szonál. De jó. Erre fel a mész. Megrizik hozzam a B-t. Két rombol. Jó, hát én akkor C felé kicsit. Megpróbál BC között maradni, de nem tudom, hogy a áramlatok merre visznek. Felkiderült közben a taxigából, mire írtam, mert bevillan nekem, hogy mennyire élveztem a csatát. Tudod, lehet választani. Neutrál, kurva jó, meg kurva. Ja. Arra nyomtam a neutrál. Én közepest nyomtam nekik. Nem szabad sem túl jót nyomni, mert akkor telebasznak bottal. És nem szabad túl rosszat sem nyomni, mert akkor is telebasznak bottal. Egyébként panaszkodtam a végének. Megírtam a tikettet, csak nem azzal a vétellel, ahogy hogy mondtam, hogy meg fogom írni. Ha átlépik az inger küszöbömet. És végül mit írtál? Azt két linket kaptam, ugye a játékmenetről, meg az MM-ről. Hát, hogy ők azt nem tudják sajnos megoldani, hogy milyen csapattársakat raknak be. De mondom, azért túl sok a szor. Nem, a francot nem tudják. De, na mindegy. Na mindegy. Ez ilyen paraszt vakító duma általában, amit választott volt. Mert átlépték elég súlyosan, aztán nem bírtam tovább. Azt megírtam nekik a magamért. Értetlenségemnek adta hangsúlyt. Teljesen nem értem, hogy hogy működik ez, hogy a szarból több van, mint a jóból. Na mindegy, hát aztán ezt a két minket kaptam oktatásképpen. Mint ennyi játék után nem tudnám. Te is olyan vagy, mint én, hogy még reménykedsz. Ja. Hát már alapvetően a maga játék jó, de ezzel az RNG-vel, meg ezzel a manipulálással úgy elrontják az ember játékát. Tehát az a baj, tudod, hogy a jó játékosokat összengedik a rossz játékosokkal. Abban meg nincs üzleti érted, hogyha képesség alapú MM-et kap a ember. De most mondok neked egy példát. Itt volt például a tegnapi nap. Hát igen, nem így tudom már pontosan, hogy a tegnap volt, hogy 14 csatából 12-t megnyertem. Most kopogjam le, eddig zsinórban mindegyiket nyertük. Viszont ami volt hétvégén, az valami állatkínzás volt szerintem. És igen, és az a baj, hogy hétvégén, ugye az ember azt feltételezi, hogy az ember akkor többet tud játszani, tehát a több vereséget, ha nehezen visel, akkor még többet játszik, hogy legalább érted, hogy mondjuk egy teljesítményorientált játékos, ugye nyilván arra fog törekedni, hogy meglegyen mondjuk legalább az 50%, hogy bukta ne legyen. Nem vagyok teljesítményorientált taxi, csak kibaszottul idegesít, amikor a sok paszkalap idióta miatt elbukod a csatákat. Értem, de érted a logikát benne, tehát hogyha vesztesz, mit tudom, délelőtt játszol, vesztesz, akkor ülj ott egész nap, és akkor délután egyszer csak elkezdi adni. Én számtalanszor voltam így, hogy így játszottam, vereség, és egyszer csak elkezdte adni, hogy akkor elkezdtek jönni a győzelmek. Csak az ember addigra idegileg kimerül, érted? Hát ki akar itt 8 órákat játszani? Igen, csak nem kapok fizetést a Wargaming-től, hogy itt üljek előtt egész nap. Még így is örülhet, hogy reklámozom a kibaszott idióta játékját. Jó, most ez egy picit durva túlzás volt, mert
ez nem valami hú de nagy reklám nekik. Legalábbis az én nézettségemből kiindulva. Hát mindegy, hát teljesen, de akkor is valamilyen szinten, hát te is mondod az embereknek, hogy milyen játék ez, érted? De, ha nem tudom, hogy emlékszel, Tox, az utóbbi időben mindenkinek azt ajánlom, aki így véletlenül benéz a csatornára, hogyha le akar ülni, el akarja kezden a játékot, akkor most hagyja abba. Igen. Újra a tóta, amit fogsz kapni. Hát az a moszkva is jó lenne, aki jönne. Csak egy picit, ezt a tulatos figurát nyomassad, légy szíves. Ez a kidugom az orrom aztán. Jézusom, benyalt 6 torpedót, azt a kurva. Fotoltam. Most kellene gyújtani a Yamatót, csak elfelé megy, befüstölök, ki fog menni a lőtárból. Megrizikózok. Ha meg tenni, ne inszkodtam. Nem, elviszem. Oszkuá. És nem. Te. Hát nem. Igen, messze van. Én már nagyon kimásztam ide eléjük. Most látom, hogy mennyire. A Sonart. Kurva, de majd is itt. Nem merek torpedózni, mert lehet kibaszom a Hindenburgot. Nem is tudom. Hát lehet rossz döntést hoztam én ezzel, hogy ide jöttem ki. Jó, próbálj meg visszafordulni, még tudsz meg, bespotolhatom magam, hogy figyeljenek rám inkább. A Kurfürst már engem néz, nem fordulok tovább egyelőre. Hát, jó, most már engem néz, viszont én... rálövök akkor. Jó, most van egy pár nap ütönök engem is. Ó, volt ezt, hát az baj. Jött a Demon, de ó, Yamato, Yamato, igen, Yamato. Küzdött ki a felérzete. Ezt megúsztam, Yamato. Én nem fogom megúszni. Minden legalább nem lőnek téged most már annyian. Viszont jól lenne tudni, mi van bent Bane. Kapok egy Montanát is. Des Moines-t is. Ó, elfogyott csapat. Ez bukta meccs lesz. Nem úgy tűnik nekem is. Talán a Des Moines kap egy torpedót. Tankossal? Azt nem csodálom. Nem. Még véletlenül sem kap torpedót. Kapitány, manőverezzünk. Bal oldalról torpedó. Szóval a bal oldalról torpedó. Nem jön egy darab se. Rocky, ne hiesztegessé! Ja, itt. Oh, most már látom. Ékeny mellett. Én is meg fogok döbleni, Taxi. Főleg így a szonára. Fasza. Hát... én is leszek sokáig élevel. Nézd a csapatunkat. Itt volt a csapatunk 90%-a. Az a C-nél, és... elhullottak. De tiszta szerencse, hogy a szokás szerint a radar cirkálók vannak a lehető legtávolabb a kepektől. Szokás szerint. Én nekem mindjárt végem lesz, úgyhogy... de majd lesz. Hát azt úgy... jó esett.
ott is van valami. Worcester. Most ráfordulok mindenkire, amíg élek. Tűzített ki a felézetet. Hagytam 244-öt az én 46-ban, király. És nem jelöltem ki! Rá is akartam, de... Nem jelölte ki. Nem, hát nem van. Ez már olyan közel volt, hogy nem is... Szépen beadta megint. Csodálom. Bár azt mondják, hogy mostani valami újított MM-mel meg még szarabb lett a tankos. Hogy ilyen 15-3-as csaták vannak. Egyfolytában. Kipróbáltam az 1.0-át, és a grafika jó volt, az összes többi éppen olyan szar, mint a eddig. Annyit meg nem ad a grafika, hogy visszatérjek én oda. Léptél? Menjek én is. Menjünk valami gyövet. Kerüljünk ideg állapotba, hozom a Montanát. Leszorzóztam a Montit. Beviszem a franciát. A Conqueror-t inkább. Szia, Rock! Ja igen, igen, ez egy másik szakszervel. A lényeg, hogy legyen kihívás. Halli, halli. A tankosnál meg az volt, ha nem tetszik, ne játsz. Miért te mióta tankozol? Én régen tankoztam. Tudom, hogy régen tankoztál. Ja nem, az 1.0-át ki... Én ezt abból az időből mondom, csak az 1.0-át kipróbáltam. Nem te, 15-20 csatát, hát komolyan mondom. Az Artikat átdolgozták, és szarabb lett az egész, mint volt. Meg egyszerűen az tehát újra dolgozták a pályákat, a HD változatokat, és egyszerűen teljesen, tehát a megszokott helyeket teljesen átdolgozták, és egyszerűen az ember nem találta a helyét a pályán. Ez volt az egyik. A másik, amikor megláttam azt, hogy a pálya szélére, szó szerint a varázserdős pályán, a pálya szélére, a hátuljára beállt egy spotter tank, meg mellé három heavy, és ott álltak és vártak. Én megmondom, megyünk a Varázshegy fele, akkor nehéz tankok tolják, a spotter tankok mennek előre deríteni. Nem, beállnak a bokorba, azt állnak és várnak. Miért? Itt hajóban nem ugyanez történik? Hát de, csak itt a szigetek mögött. Nincs erdő. Igen, nincs erdő. Így van. Szóval én amikor ezt megláttam ott, azt mondom, én többet ebbe a tankos izébe bele nem ülök. Mondom, 20 csatából 18-szor úgy felcseszed, hogy hihetetlen. Az Artik azt hiszem úgy van, sűrűbben lőnek, de állandóan leláncolnak, és egyszerűen képtelen vagy megmozdulni a tankkal. És egyszerűen halomra lőnek. Tehát
nem tudom, régen oké, voltak ezek a one shot izék, de hát akkor is az ember tíz csatánként egyszer így kilőtték, el volt vele, de akkor is félhúzta magát, de az, hogy most megyek 500 métert, rám lő az arti, leláncolnak, megint megyek 500 métert, megint leláncolnak, hát az fúva. Ezért volt jó, még volt az artitnak átni, legalább egy lövedékkel kibaszott full HP-ról. Szerbusz már. Ja, mentél egy másik csatában, nem pedig frusztrálva mentél végig az izén, hogy mikor leszel leláncolva. Legalábbis nem tudom, szóval ez az új arti stílus, ez nekem nem. Lehet hozzá lehet szokni, lehet, meg lehet tanulni, hogyan kerüld el ezeket. De alapvetően nyílt pályán ez képtelenséggel kerül. Hát nem tudom, kipróbáltam a T-92-es, miután kivették az AP lövedékét, ott várok 50 másodpercet, hogy lőjek egyet, és lövök a kibaszott tamba ilyen 200-akat, hát köszönöm szépen. Hát igen, sebezni. Kurvára megéri. Igen, ezt is értem. Csak az a tank, akire rálősz, az leláncolódik, és egyszerűen a fókusz ugyanúgy jár, mintha te volna satolnál. Csak helyetted más lő ki. Ennyi. Csak te nem kapsz érte semmit. Így van. Az a baj. Így van, így van. Hát nem fogok unatkozni C-nél. Hát... Valaki mind a kettő tűzi, de aznak jó idegrendszere van biztos. Mit mind a kettő? Hát a tankost is, meg ezt is. Ahogy egy játékos állomány. Nézd már, halacskák balról. Na lássuk, Monty, mit adsz ma? Jaj, meg megyek el a csapattól, öregem, mert itt ez a rohadt torpedó sem akar megállni. És nézve is belemegyek. Taxival jártam már. Végre megálltok. Hát még nem lőttem semmit. Hát én lőttem 11 ezeret a Conquerorba. Kb. Ennyi a pályafutás. Na, most 19 ezer. Azt nem tudod, a Corfius az milyen gyorsan megy. De figyelj, hogy elég fogok lőni. Csak már te próbálom, mert a többire nincs spot. Elé hát. Arról meg első. Meg fog fordulni a Conqueror. Üdvözölnek, taxi. Ja, hello. Kerested, itt kell mondani? Csak nem, mert ezt azt hittem, azt mondom, üdvözöllek, taxi, mondom, ezt most én nem értem. Nem, téged üdvözölnek, taxi. Jó. Sok a poliszka a számba, tudod. De szépen körbe lőttem azt a szutykot. Kigyújtottam a bakut. Gondolom, hogy el is oltottja, még nem oltotta el. Sziasztok. Talán kitolod, csak nagyon úgy nézem, hogy az én 20-as torpedók vannak. Hát leesett a Conqueror a spot. Leesett mindenről, mert Jugumo befüstölte magát, hogy tudjon menekülni. Kapott 18-at, most adja Montival. Csodák csodája. Vagy csak a Conqueror ilyen szerencsétlen, hogy mindig az oldalát kapom el. Most ő engem fog lőni 13-ra. Nem lő, mert... Ó, füstből valaki visszalő. Szépen. Tolat vagy áll? Kapitány, tűzütött ki a fedélzete. Úgy lőttem, mint ha állnak, meglátjuk. Lesz itt mögöttük még egy montrának. Ez
Kongerort vizégetem, csesztetem. Kapitány, a probléma megoldva. Gyújtva. Akkor próbálom a szélhatót, onnan kiszed. Torpedók jönnek. Most mennek feléd. Kapitány, tűzütött ki a felőzetet. Szélhatóban is egy tízes. Az a baj, engem meg fog baszni itt a sima, attól tartok. És nem hiszem, hogy betöltök, hogy még egyet tudja küldeni a... az eltűnői Seattle-re. Nem fordultam elég jól. Itt a sima, valahol. Két overten, ha eltalálom egyáltalán. Kapitány, tűzütött ki a felőzetet. Három, bocsánat, én kérek elnézést, mert nagy lehet, hogy kibaszott Wargaming, de a Seattle most a második lövedékével fog kibaszni. Kigyújtani, hogy nincs javítunk. És nem lehet ezt eltalálni a kibaszott Seattle-t, mert áll egy helyben. Ó, ez itt a nagy baj. Kapitány, probléma megoldva. Sima. Négy overben és egyben, ami nem sebzi a Seattle-t. Simának töltem a robbanót, hát ha bead valamit. Hát lelőttem róla jó pár ezret. Csak attól félek, hogy kiküldte a torpedóit. Próbálj meg menekülni, Tati. Én itt fogok megdögölni. Eltűnik, bazdmeg. Jó, meghalt. Seattle visszatolat természetesen. A Kongeros visszatöltöttem a vet, nagyon. Robbanót töltöttem, azzal fogom lőni, meglátjuk. Mi történik. Lehet lassabban megy, mint ahogy... Én most fordulok be Montanának, az az én bajom inkább. Kapott egy tüzet. Remény három ezret adtam a Kongerorra. Most jön a Monty, mit kapok? Elég sokat. Javított a Kongeror, próbáld meg őket. Remélem el. Montanát lövöm. Fordulok én is visszafelé. Egy cita beesett neki. Elég nagyot kapott. 77 ezer seb... nem, 87 ezer sebzésem volt. Videóból nézve, most meg van 121. Monty lassít befele. Gyors. 14 ezer van a Conquerorban, megpróbálom őt. Nyerünk. Az úgy néz ki. Két óvér fent előttem a Conquerorba. Na, Monty gyújtva. Ez szerintem biztos volt. Alakul, most már lepattanom. Hahahaha. 6300.
Úgyhogy a szórás, öregem, ez 8 hajóra elég lenne ez a szórás. Lantánának is megint én kellett. Még egy tűz. Állok arra, Pongerorra. Dupla tüzet kaptam tőle, hogy bassza meg. Jó lenne, hogy tudjak javítani negyünk csonóira. El is tűnt. Na, spotolódni fog mellő engem. Nem találtam el érdekes volna. Én se találtam el, ez a vicces. Bassza meg, muszáj vagyok javítani, különben megdöblött. Igen, és bead 1350-et a konkurrensnek. Mázlin volt, mert tartott a javítom, nem nyújtott ki, most kellene viszont megölni. Fordulj már, kurva! Hát és nem, és... Hát nem. És el tudta lőni magát, ki fog gyújtani, figyeljétek meg! És nem. Lol. Na, itt a pályaszéle, jaj, de jó. Nekem meg itt a kultúr, hál' Istennek nem engem néz. 5000 HP-n maradt a Conqueror után. Hát a Monty nem tud belőni rám. Jó, Kultus meghalt. Taktikál beaching. Hát nehéz dolgotok volt a túloldalt, bazd meg. Hárman tartottuk ezt az oldalt. Szia, Tirvic. Legalább van egy köpen Montanáma. Megállt a rohadt Montanám. Meg, azt nézem én is. Újabb két óvákon. Túl hamar dicsértem meg a Montanát, úgy látom. Tola. Epic vagy, geci. Beloplak, nyomi! És nem, mert megint overtem. Leégett. Látom. Akkor értek be a lövedékeim. Neked adta a kill. Most meglopol, majd fazd meg. Találattól 155 ezer. Mondjuk azt, hogy most jól teljesítette Montana. Önmagához képest. Na persze, hogy olyankot elbuktuk. Zsír. Meglássuk, mennyi kell még a szállami. 61.550. Megint van CV, megint van radar. Megint csak egy radar, ha jól látom. Megrizikózom a B-t, hát ha sikerül bekepelni.
Ó, oh, Henry Bayről rögtön elmegy az éve. Ára, király. Megálltam a Zao is. Zsír. Oké, okay. Nem megyek B-re. Megyek A-ra. A-ra? Oké. Okay. Mert én úgy nagyon C-nek fordultam. Nyugodtan bemertem volna. Nem nyugodtan, mert már húzzá. Vajon az a Buffalo az kidugja az orrát? Buffalo elfelé megy. Van egy ilyen C, de addig nem lövök el. Itt van egy Goku. Én a kezeben van el. Akkor Gearing vagy Kagero van Bane. Gyerekek! Hát, lát, három lepattanó. Ebből. Lehet, hogy lesz Zao. Mindjárt lerossolom azt a simát. Henry hova a megydörgős menkőbe jalózik, bazd meg? Meg miért? Van neked egy Gearing taxi. Nézd meg, hogy pont akkor esik le a róla a spot, mikor a másodlagos rányom. Ja, sikerült kijelölni, jó van. A Buffalo. Azt a Buffalo-t kell nagyon hamar kiszedni onnan. Az a baj, hogy vakon tudok csak rálőni. Az én bajom, hogy befüstöltem és nem látom. Van itt valami, van, sziget. Hozok a rákba innen. Hozfősz másik irányba fordult sajna. Hát a Buffalo beletolat. Csak nagyon közel lesz a sinek ezért is, vagy a Zao is.
Nem, már ez... megindult előre. Pont előtt nem volt a baj. Na, azért 4000-et bekapott. Nyolc kilencre van az AO. Nem spotolom a füstömtől. Megint ott fogsz magaradni magadba, taksi. Annyit tudok segíteni, hogy befüstöllek, és csak a másodlagossal lövöldözöl. Addig legalább nem vagy spot alatt. Á, de elmenek a kínben. Torpedó az orpedóval, főnök. Nem tudok már senkire se torpedózni. Ne is beszóltál a fúra repülőt. Hát azért eléggé kellemetlen. Jövök azt, hogy csak ne lőjél. Nem az, nem, ne füstölj, megyek el innen. Nem, az kellemetlen, hogy itt van az AO 9 km, egy lőszerrel találom el, az kellemetlen. Próbálj meg a füstömben jönni, csak ne lőöldözni. Hát persze, hogy úgy van. Kapitány, tűzütött ki a fedélzetet. Meg valamit jelölj ki, mert én... Például a kurfürszon... az jön. Természetesen már fordul ki fel a torpedóból. De az meg mintha helybe fordulna meg a szaros. Ja. Itt a Charles Walter, próbálom azt. Megint hülye vagyok, lövöldözöm 6 km-re van, benyomulja a szonát, meg is történt. Ó, hogy szakadjon meg az Charles Walter is, hogy fönn be tud gyorsítani. Ráfordult a sziget mögött megint a csapatra, azt hiszem. Hát nem kell, mert itt van a csapat. Jön a Goku. Elviszed a... Hát a Goku vagy az Akizuki is küldött neki valamit, megváltjuk. Mindegy, egy szavot rálőttem. Nem, mert rágyors. Nem lesz-e. Nem találtam egy darab lőszerrel se! Hát igen. 8,9. Kapitány, tűzütött ki a felőzetbe. Ebben a csatában egy kibaszott volt, amit találtam, semmi. Na, elfűtt a hordozó is. Hogy nem tudtam eltalálni a kurfürstöt? Nem hagyta a kedves játék, vagyok megöletem magam az AO-val, az kalap. Face potol.
Bravo! Neki jó döntéket a srácok, hol volt a csapat, mert halványvilá fingom nincs, hogy hol volt. De legalább a feladatodat teljesítetted, megölted a pasmarót. Na, húzzunk a rád. És azt hiszem. Nem tudom, mi az a rengeteg CV. Mai nap folyamán. Szinte minden csatában van. Mikor Montanával jöttem be, akkor persze nem volt. Nem tudom, azon gondolkodom, hogy megállok ebben a szent pozícióban, ahogy vagyok, mert köztudott, hogy az állóhajót sokkal nehezebb eltalálni, és innen ellövök bármeddig. Nem jó esély. És én odaadják a kocka másik sarkára, jó? Nagyon elfelé fordul itt az Edinburgh, Guyang. Hindenburg is arra jön. Menjünk állnak? Egyszer érünk, tudod. Nem tudom eldönteni, hogy tolatva menjünk. Hátat mutatva. Vagyis falral. Falral előre. Volt már rá példa. Láttam el. Igen. Hol a másik rombolónk? Jaj, precserünk AFK. Festés sincs rajta. Minek az? Van ezen. Festés a precseren? Ja, alapozva van, csak szürkére. Szürkére van alapozva. Elindult azért. Igen, széne. Hát Tirbit, most erre nem tudok neked mit válaszolni, hogy jól vagyok-e, mert Yamatóval játszom.
mi a legjobb hajóval a játékban. Csinálunk a rumból, izét. Hipper. Ha még emlékszel, taxi. Mire emlékszem? Hogy csinálunk a rumból hipper. Ja, igen. Egy jó vettem. El se találtam. Nem tudunk unatkozni, az biztos. És megy egyenes vonalba öregem, és eltűnt róla a spot. Republik. El se találom, hagyjuk már. Kibaszott Yuyang van itt, ami probléma lesz inkább. Vivend is jalózik. Republikról is lepattam. Eugént próbálom, hát ha belefordul. És én egyből gyújtva. Kapitány, tűzütött ki a felérzettel. Kapott 9000-re? Vagy majdnem 9000-re? 8000 valami. Kapitány, próbálom a megoldva. Túlfűzt az oldalát mutatta, ha lenne rá spot. Ha Yuyangot, ha ki tudnák szedni, az jó lenne. Hát nem jön ki. Nincs spot semmire, az a baj. Jaj, rombolom meghalt. Ja, meghalt a Yuyang felszögnek, mert azért nincs spotunk. De az én vadászom miért nem spotol semmit? Kurva élet. Ott a maga mi. Rövöm. Ahogy oh, magam elment, maradt a Poor Fürst. Négy overpent. És jön ki a rune, és én meg előttem magam. És néznek azt tök egyenesen továbbra is. Pinceugén oldal. Maga még betorpedózik, én attól tartok inkább. Menekülünk, Taxi? Még hát én tolatni tudok csak. Ójjaj. Hát akkor én meg neki fejelek magam a szigetnek. Magában a Prince Eugénne basztasson, ha már olyan meghalt. Ott a rune nem sok van benne. Látom, töltök. Valam a kurfuszra fog rammolni. Egy lövedékem talált ebbe. Itt a minó is pont. Előlök egy állítom a vizén, a rúna. Ennyi. Most már elég. Lenkes jött dolgozik, Taxi. Megpróbálom a... Az ágyúra céloztam a kurfürsztnek, meglátjuk. Semmi. Az a baj, hogy nagyon le lesz HP-zva, be fog indulni és le fog rambolni. Ettől tartok. Jön a monál is. Nyomjad monálka robbanót, nyomjad te gané, no skill idióta. Minó be fog jönni mögém, az lesz a baj, itt balra nyíláson, és ki fog torpedózni. Ő megyek előre inkább. És a tirpic itt hagyott minket! Basza. Rá
Bravo, good job. Én nem alarmot lövöm, az csak tolata oldalát mutatja. Úgy sem tudom sebezni. Az a baj. A 8-as szart nem bírom sebezni kibaszott Yamato-val. 6000-et lövök bele, érted? Csak gyújtanak orba szájba. Autó tartok. Attól viszont nagyon. Repülőm sincs, hogy tudjam felküldeni. Én felküldtem. Fölödöm a narkot. Azt lövöm. Csak most már lepattantam róla. Fasza. Korpus beindul, ezért rammolni. Nem fog tudni ellenet tenni semmit. Várjál, megpróbálok úgy menni, hogy a... Aj, hogy miért nem indultam előre a francba? 5 penetration, 0 damage, geci. 0. De tolassunk. Tudom, hogy itt a minó. Jó, ezt elbaszta, viszont rajtad maradt. Hát én nem, akkor nekem itt annyi. Leramol téged? Nem, ki tud lőni. Az meg. Ezért nem akartam tolatni, mert jöttek a minótorkod. De saját csapattársat, izét. Nem, amit kaptál tőle, meg felhatalom ide, bazd meg. De menj már, bazd meg! Hova a faszom kecéjébe tudsz beakadni? Lőlök neki két overtent, figyeld meg. Kaptam tőle 16 ezret segbe, és lőttem neki ezret, hogy mennyit lőttem. Jó, hagyjuk ezt a faszom Yamato-t, bazd meg. Penetration 0 sebzés, hogy öljön meg. Érted? Hogy öljön meg. Good job, Wargaming. Good job. De faszom, részlehajló, mocskos, kommunista, rothat, rostok faszát szopó, rothat idióta, ganészájú banda, bazd meg. Az ezért fizet, geci. Beírja a hangala bangala nyelven, hogy ő milyen ügyes. Remember what it's like to hold someone.
Now I'm close enough to you to know that you look like therapy, exactly what I need. You're where the darkness meets the light. Yeah, the perfect remedy to heal this hurting me can be the therapy for me and me for you tonight. Meglátjuk, milyen körtnek valóval, szerintem ezután más játékkal fogom folytatni. Teljesen mindegy, Tilbic, milyen hajót választasz, ha köcsög geci játék úgy dönt, hogy téged most megszopat, akkor kurvára több mindegy, milyen hajót választasz. Szép. Igen, mert látom, hogy állnak fordultál. Jó. Én is. Nem találom el a buffalót belőlük. De igen, lássuk a jobba. Hány cita? Lol. Hol a Buffalo? Hol nem szafadsz meg? Melyek behúzom cég tudát? Jó, mint a sima. Gyere ki Worcester. Ja, fele fordul. Egy lövedéken talált el a sima kezét. Egy lövedék talált el Citadelnek. Tudott a Buffalo ki. Látom, taxi. Csak mindenki basztott. Megpróbálom a spotot ledobni, csak nem tudom a sima mennyire spotol, mennyire van közel, hogy le tudom-e vagy sem.
fókuszt, azt kapsz. Azt kapok persze. Meg análcitát, természetesen, mi egyebet. Ketten vagyunk C-nél. Jó, hogy a csapatunk ott van áll mögött, és arra azt sem képesek beketelni. Én nem lövök. És megnézem, leesik a spot, azt bemegyek foglalni. Leesett a spotról. Menjünk. Tepeljük be, utána meg halljunk hősi halál. Csak beszpotolt valami. Gondolom a sima lehet B-ről. Én nem találtam el. Be fog torpedózni hazaba. Kiforgat az ajovának, és ellövök fölötte, bazd meg, idióta farom. Persze sem a töltetés hát, egy több legyen a sebzésed. Meg lett? Még nem. Most igen. Szép. Na, tőle kivegyettem a foglalókörből. Na mindegy. De már egyszer elnyomtam azt a HP-tőlt, és dögölj meg, te szap! Gyulladt az ajó. Javította is. Itt a Bismarck. Bismarcknak küldök torpedót, de nem hiszem, hogy kijön. Edinburgh is megtalált. Az ilyen tolató gecik nyernek, bazd meg. Megismerj a szigetnek. Még nem. Még lesz, még egy lövésem talán. Nem tudok kifordulni innen az a... HP volt betöltve az Edinburgh-re, vagy mi a tökön volt ott. De miért megint ketten kell harcoljunk öt hajó ellen? Ezt magyarázza már meg nekem valaki. Ójjaj, ez a jó. Látom. És arra az oldalra nincs torpedón betöltöd, amíg kell 40 másodperc. Megpróbálok elmenekülni valahogy tagad. Oké. Okay. Mondanám, hogy tette is az, de... De így felszpotolhatom magam, hogy már kell az érengem legalábbul. Azt a rohadt, honnan kaptam én ezt, te? Hú, komolyan mondom. Az igen. 22 nem tudom hány ezret, te. Kapitány. Én meg csak 900-re. Már pillultottam. Oh.
Bazd meg itt a Montana se. Kapitán, a probléma megoldva. Ennyi, meghúztam. 6000. És nem adok neki rohadt citadellát! Találattal lepattanok. De még ég. Ég a izén előtt kilőtszi. Ja. Jó van, akkor ezek beszéltük. Nekem bőven elég volt ennyi már. Úgyhogy megköszöntem a szakasz, Taxi. Én is köszi. Az előző körben azzal a Yamato teljesítményünkkel végeztünk 2-3-ban. Igen? Igen. Pontosan. Tehát nem csodálkozom, hogy miért kaptunk ki ismét. Kellett neked emlegetni a kedves Wargaminget, meg a supportot, amit írtál, hogy miért csak ismét kap. Igen. Most ez a bosszú. Igen. Igen, körülbelül. Kinyitok néhány ládát. Ja, én már túl vagyok rajtatok. Úgyhogy elköszönök a nézőitől is, elköszönöm a nézőimtől is. Köszi szépen, hogy itt voltatok, köszi a lájkokat. A fasz ki van a War Gaming-gel. Úgyhogy megyek játszok Super Mario-t. Kellemes délután nektek, szervusztok. Hello, hello. Te még folytatottak? Nem tudom még, az a baj, hogy fogalmam sincs. Hát túl sok kedvem nincs. Már főleg egyedül. Megnézem, hol áll a gyűjteményem. Na jó, Taxi, én elköszöntem. Jó okay, játékot. Hello, hello, szia. Csákan. Hát, legyen a három ládama. A híreket is eltüntetem. Elnézzük a Gokut, ezt még leszordozzuk. 12.000 XP kéne. Hát meglátjuk, mi lesz.
Hát úgy látom, túl sokan nem leszünk a D-re megint. Hát akkor én is lefele fordulok. Jaj, de jó. Hát, öregem! Hát te, hát vicc. Hász. Nézd meg, hogy villognak, öregem, hát én ezt nem hiszem el, te. Kapok 800-et egy villogó hajótól. Hát basszus, nem találok el semmit. Kapitány, tűz ütött ki a felőzetet.
kapitány. Tűzütött ki a fedélzetet. Na, hát ez, ó, te, na jó van. Hát öregem, hát csomba, 16 ezeret, én meg 2000-et lövök egy rohadt cirkálóba. A probléma megoldva. Kapitán, tűzött ki a felületetbe. Taking the lead.
hallja, kaveró. Hát jó van. Kapitány, tűzütött ki a felőzetet.
Na, nagyon jó. Kár, hogy elindult a dobolja.
Hát ezt is elvesztettük. Annyi baj legyen. Lehet, hogy nekem is be kéne fejezni, mert ez nem állapot így. Hány, hol van? Egyedül egy gyamagink él már csak. És ez már csak menekül. És repesszel, azaz, repesszel. Megnézzük, ki is gyújtotta el. Hát nem. Jó, akkor. Tövek. Én is szerintem megköszöntem a játékot, mert ez sajnos ez így nagyon kellemetlen játszani. Furfürszer győztünk, de ott viszont szerintem gyakorlatilag, ja. Az rosszkor mentem rossz helyre. Ötezer XP kéne. Megcsináljam. Megcsinálom azt az 5000 XP-t.
Haha. Itt a kó... Áj, rohadjon meg. És fejeztem a játékot, most már biztos. Mert a tököm tele van. Ha kempelek se nyerünk, ha nem kempelek, akkor se nyerünk. Szerintem én nekem most kell befejezni, mert már türelmem is egy fogytán van. Meg egyéb más. Apropó miatt is. Köszöntöm a figyelmet. Ma már nem leszek. Hajós játékban meg biztos, hogy nem. Utálatos. Úgyhogy sziasztok. Majd talán holnap. Szép délutánt kívánok mindenkinek, és jó ételt az evéthez.